A koszorúzás első állomása Rákóczi úton található kisfaludi Stróbb Zsigmond által készített bronz katonaszobor volt. Ezután a falusi temetőben helyezték el az emlékezés virágait, és gyújtottak gyertyát a háborúkban elhunytakért. A közelmúltban felújított első világháborús sírhelyen magyar és osztrák katonák, valamint orosz hadifoglyok is nyugszanak. A második világháborús emlékműre felkerültek a harcok során elesett civilek neve is. A Nagykőkeresztnél Szemenyei Péter plébános celebrált szertartást. Testvéreim, ha tehát azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadta halálból, hogyan állíthatják néhányan közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. Ám Krisztus feltámadta halálból, elsőként a halottak közül. Egy ember által jött a halál, és egy ember által jön a halottak föltámadása is. Amint ugyanis Ádámmal mindenkinek meg kellett halnia, úgy Krisztussal minden ember új életre támad. Mindenki akkor támad fel, amikor sorra kerül. Először Krisztus, majd az ő eljövetelekor mindazok, akik Krisztushoz tartoznak. Azután következik a vég, amikor átadja az uralmat Istennek, az Atyának. Addig kell ugyanis uralkodnia, míg minden ellenségét le nem győzi. Utolsó ellenségét, a halált is megsemmisíti, mert amint az írás mondja, hatalma alá vetett minden. A város vezetői végül a telepi sírkertben koszorúzták meg a II. Világháborús emlékművet.